Az építési hulladéktól elkezdve a bébi étkészleten át a komposztálható napraforgó fejig minden megtalálható a szekszárdi Lisztes Szurdikban. Baltavári István, a szekszárdi hulladékkommandó alapítója szerint a legtöbb szurdikot és félreeső utat hulladéklerakónak használják az emberek Szekszárdon. És akárhova mentünk, mindenütt, most már 80 olyan pont van, amit felhordtunk egy térképre, szeretnénk, ha minden szekszárdi lakos megnézni ezt, és szörnyedjen el, mert 1000 köbméternyi szemét van most kint a természetben. Az egyik legnépszerűbb közösségi oldalon elérhető a szekszárdi hulladékkommandó térképe, ahová GPS koordináta szerint töltötték fel ezt a 80 helyet fényképes mellékletekkel. Az országos Tiszta Magyarországért mozgalom elindítása után alakult a kommandó. Baltavári István azt szeretné, hogy a mindennapi életünk része legyen a környezetvédelem és a természet óvása. Ezért oktatásokat szerveznek az iskolákban, és tájékoztatást tartanának a felnőtteknek is arról, hogy mik a jogszabályok és lehetőségek a hulladék elhelyezésével kapcsolatban. Az illegális szemétlerakásért akár 150 ezer forintos pénzbírságot is kiszabhat a hatóság, de börtönbüntetés is járhat érte. Viszont a hulladékudvar használata ingyenes. Ezt próbáljuk mi most az elejétől a végig, egészen a ilyen hulladéklerakók felszámolásáig nyomon kísérni, meg erőlködni, felszólítani minden illetékes szakembert, felszólítani minden politikust, hogy álljon emelé az ügy mellé, és tényleg tegyünk rendet Szekszárdon. A kezdeményezés még új keletű, de Baltavári István reméli, hogy hamarosan partnerekre talál, és együttes erővel tudják majd felszámolni a szekszárdi illegális szemétlerakó helyeket.